Sziasztok, én Gábor vagyok, és a mai videóban egy elég érdekes játékot fogunk játszani a magyar politikai harccal. Nem ismerem a játékot, de menjünk a kampányra. Azért gyorsan elolvasom. Jó, megvagyunk. Kit válasszak? Legyen Jánoska. Az a köztársasági elnök. Ádél János. Jaj, ne már! Na jó, visszajöttünk egy reklám után. Na nézzük, kivel fogunk először megküzdeni. Aha. Bajos dobálás. Oké. Okay. Készülj a harcra. Adjon az Isten bölcsességet személyes döntéseinkhez, és döntéseinkhez közös nyilvánvalóan meg fogom nyerni. Aha, így rögtön támad. Nagyon rezegünk. Támadj! Oké, egy kicsit nem a csendben maradok, mert ez a játék, ez valami fantasztikus. Dobjuk el a bajuszt. Kivédte. Legyen igazság, ahol tévedés van, és öröm ott, ahol ma szenvedés. Mindig a pártok elárulásáról beszélünk, és mi van az emberekkel? Engem ezek az ügyek nem tudnak kihozni a sorsomból. Győzti! Köszönöm szépen! Ismét miután egy reklámon túl voltunk, menjünk tovább. Ismét egy reklám. De hát ugye bár az igaz tény, hogy játék nincs reklám nélkül. És sajnos nem. Kívánom, adjon az Isten bölcsességet személyes döntéseinkhez, és döntéseinkhez közös. Legyen szíves figyelni rám. Ha nem képes tisztességesen viselkedni, megvonom önöktől a szót. Ilyen egyszerű. Na. Dobjad! Még nem töltödött fel. Nagyon kezdem magamat beleélni ebbe a játékba. Aha, tudok ugrálni is. Klassz. Ajaj, nagyon támad. Jaj, ez nehéz így. Sarabajok, szorító. Gyerünk, mondj, mindjárt meghal. Legyen igazság, ahol tévedés van, és öröm ott, ahol ma szenvedés. Mindenállom, meg akartunk kardározni, hogy Patován Mikus legyen az el. Na, hogy egyenesen proletár őszintességgel meg. Győztél ismételten. Na, menjünk tovább. Töltés. Kívánom, adjon az Isten bölcsességet személyes döntéseinkhez,
közös. Ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor biztos vagyok benne, hogy nem lesz semmi gond. Ajaj! Igen, ver, nagyon. Gyerünk, Kádér János. Mostani köztársasági elnök. Ajaj, az ő nagyon fog nyerni. Úgyhogy látom, még speedrun módjúban kapcsolva. Amit nem akartam. Legyen igazság, ahol tévedés van, és öröm ott, ahol ma szenvedés. Ezt a menetet elvesztettük, a csatát meg fogjuk nyerni. Győztél. Köszönöm. De, mi lesz a következő elnöknő? Kell, ő jön most. Nincs játék reklám nélkül. Túlságosan igazán. És hát sajnos megakadt a felvételen rendszerhiba miatt. Miközben vettem felfele, amikor a reklám jött, vissza akartam állítani, és mégsem állította vissza, hanem inkább leállította a felvételt. Azt írta legalább az X-Recorder, hogy rendszerhiba miatt leállt a felvétel, oké, ezt én elfogadom, de abba is biztos vagyok, hogy ez is le fog állni, amit most felveszek. Úgyhogy a videó annyi lett volna, csak ilyen 7 perces körül, nem tudom, nem néztem meg a felvételt. De gondolom azért, remélem azért, hogy így is még jó lett, azt el lehet fogadni. És még annyit el szerettem volna mondani, hogy pontosan akkor, amikor az izeik, akkor jövök rá, érted, hogy leállt, amikor már majdnem az utolsónál voltam, Orbán Viktornál abban a játékban. Azért mindegy, én leállítnám ezt a felvételt, mert mondom, hogy folyamatosan csak leállt, megállt, leállt, mindegy. Mindegy, szóval viszlát. Ja, és még annyit el szeretem mondani, hogy 10 feliratkozónál, hogyha elérjük, akkor csinálok egy face revealed, ebben nem vagyok biztos, de lehet, hogy csinálok, de aztán addig is viszont látás.